Szép jó hajnalt mindenkinek, Torin vagyok, ez pedig a Mittelborg folytatása. Lássuk, miből választunk. Hát alapvetően két olyat, amit nem igazán fejlesztettünk föl. Sok-sok raid, sok expedíció, ez még hamarosan meg lesz. Ötven tempestet egy menetbe. Hát az nem egy hamar lesz meg. Az nagyon nem egy hamar lesz meg, maradjunk annyiba. Raid resistance, chance. Több breeze. Több éter. Satöbbi. Orákulum. 30 peták. Van egy breeze, meg egy vihar. Hát akkor tiszta sor, hogyan osztjuk ki. Jó. Egyelőre ennyi. Lássuk. Oké. 19 peták. Tudjuk, hogy egy negatív, amit tudjuk, hogy átalakítottunk Breezy. Ebből visszahozunk egy kicsit az expedícióból, meg az expedíció maga is hasznos. Meglátjuk. És egy esemény. Patkányok! Vettünk egy új potiont, Kőelixír. Fizikai ellenállás 60%. Yikes! Az igen-igen impresszív. Yikes! És 11 éter. Hát meglátjuk, mennyire lehet felhasználni majd azt a bogyót. Remélem sokat ér, hát ennél többet vártam. Ennél többet vártam, mindegy, bedobjuk. Bedobjuk, bedobjuk. Kék, akkor egy breeze meg egy kék, vagy egy lul meg egy kék. Hát akkor nem is kell cifrázni. Mindegy, hogy milyen sorrendbe jönnek. Labor 22. Hall of Fame 30, ez picit sok. Annyim nincs. Labort 22-ért lehetne. Piacot szintén. Portál 33 ér upgrade-elhető, ezek meg nagyon-nagyon drága. 55. Azok majd egyszer.
Hát azt hiszem egyelőre megtartjuk a cuccokat, aztán majd meglátjuk mi lesz. Egy kis lull. Gárdnak ad 15 pöttyöt, vagy egy csomó cumó. Csomó cumó, abból lehet majd mágust idézni, vagy megpróbálni mágust idézni. Talán inkább ez a helyes. Hát ez biztosan oda jön. Azon nem tudok segíteni. Huszonhét. Hát ez sok-sok, de... De ez van. Oké, van egy lullunk, egy kék, meg egy bríz. Oké. Pozitív. Ez már önmagában jó hír. No. Beégett. 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 Majdnem félig meg vagyunk. 13, annyira nem. Annyira azt nem akarom eldobni. 50 petákunk van. Jó, hát meglátjuk. Meglátjuk, hogy oszlik el. Szerencsétől is függ egy picit. Azt a tizet meg berakjuk ide. Aztán manát gyűjtünk. Hát nem 100%-os. Mert nem tudtunk két mágust berakni. Na hát ez van. Egy kis extra mana az egy kis extra mana. Lássuk, expedíció vagy... Expedíció. Sok-sok ital, tekercsek. Hills Barrier, Ez nem túl hasznos út. Artifakt. 5% ellenállás. Ez meg. Picit gyógyulnak a védők. Ez nem különösebben vonz. Legyen ez, és aztán elindulunk erre az ágra. Ott sok-sok bogyót láttam. Jó. Hát tudjuk, hogy mágikus vihar jön, nem tudok vele mit tenni. Esemény. Vad. Kockáztassuk meg. Há-há-há-há-há. Zseniális.
No, fél sikerünk az fél siker. White Tempest, van egy lull, egy breeze, meg egy... Tehát tudjuk, hogy egy lulla az utolsó. Nyehehehe. Labor. Mit tudunk készíteni? Egy ilyen windcatcher. Be tudjuk áldozni. Mennyiért? 5% az nem sok. Jó, hát az első nap az nagy kérdés, hogy mi lesz. Hát így kockáztatjuk meg a helyzetet. Legalább vihar jött, vagy nem lull, tehát a abszolút a legrosszabb opció jött. Elvesztettük a felderítésünket is. Nem segített abba, hogy a breeze-t jól megtaláljuk. Nem tudom vállalni azt, hogy nincs védelmünk itt. Haladunk. De így legalább a dupla mana begyűjtés azt hozhatjuk, ha mást nem. Hát azt most nem kell, mert újabb események, de gyakrabban vannak események. Rituálé semmi hatással. 36 fincsi mana. Az is jó. Remek, akkor tudjuk, hogy mi az utolsó esemény. Lesz majd egy takarításunk. Laborból nem. Abból tudunk egy viszonylag jó beáldozás, nem egy jót, de egy viszonylag jót. Meglátjuk. Jó esélye persze a lull fog jönni a legelején, mert úgy álltam ki, hogy... Hogy nem. Persze, hogy a lull jött a legelején. No. No. És a piros jött volna most, amit megszüntettünk, megcsíptünk, úgyhogy az legalább jó volt. És így most tudjuk, hogy lull jön. Úgyhogy lehet menni egy felderítésre. Legalább ennyit tudunk. Két fincsi kis cumó. Azt lehet bedobálni majd. Mindenféle effektek gyűlnek ugye a meta játékunkba. Jó. Igazából tök mindegy, hogy hol van. Olyan effektem nincs, hogy random elmennek. Ezt meg most tudjuk, hogy oda jön.
azt a pirosat segíteni. Meglátjuk. 21. Egy pöttyát csúszott. Egy békés. Oké, nagyon-nagyon jó. Lul, meg két breeze. Mert tudjuk, hogy egy breeze, egy lul van ebbe a fehér tempestbe. És a két breeze-t meglátjuk. Ha nem tiszta, hogy miért látunk kettőt, de nem fog zavarni. Húsz. Mehet. Tizenhárom. Az kevés. Scroll 15. Akkor kéne még 27. Kéne még egy mágus, hogy a dupla brízemet szépen jól kihasználjuk. Négyére ezt megveszük, az nem kérdés. Ez valószínűleg egyébként 30. Azt hiszem abban az árban van. Igen. No. És akkor ott van mindenki szépen a helyén, a manák vagy a varázslatok tudnak töltődni. Zseniális. Idéztünk még egy mágust. Valahol az is jó lesz, ha más nincs. Picit töltjük a cuccokat. No hát, kérünk sok-sok fincsi cuccot. 36, valószínűleg kétszer 36 lesz majd szépen. No hát, ez egy békés kör. Szeretjük, még egyszer 36, úgy bizony. Meg ugye 10 a naponta, és utána egy séta. Semmi nem történt, az az egyik legjobb esemény, ami lehet ilyenkor. Barrier 25-re, és Tempestet 60% negálással. Az se egy rossz kör. Piros, nem tudom mi az. Breeze, na azt mondjuk érdemes volt megtudnunk. Nem nagyon tudjuk előre megállapítani az ügyeket. Barriert töltsük föl, ahogy tudjuk. No, ide biztos nem kell. Ezt upgrade-eljük. És aztán lassan-lassan meglátjuk. Nem kockáztatjuk. Két negatív van. Nyilván majd a mana gyűjtőkörrel nyitunk, mert... Nem. Akkor jól döntöttünk. Vagy hát nem annyira rosszul döntöttünk, inkább így fogalmazzunk. Jó. Nem túl erős bogyó, meg ide egy sok-sok zsetont hozó. Ezt meg egy kicsit megfizetjük.
kicsit megfizetjük. Ennél többet nem tudok belepasszírozni. Jó, hát ez nem ért. Ezért nem egy finom visszafogott sebzés volt. De hát ez van, tettük a dolgunkat. Fa egy picit sérült. Nyilván jó lett volna, ha meg tudom védeni tovább, de hát ez van. Egyelőre ennyi. Most biztosan oda jön, azzal nincs is mit beszélni. És ami jó, hogy ez feltöltődött immáron. Nagy békés vihar. Oh yeah! Oké. Mondjuk várható volt, hogy békével nyitunk. De ez legalább ilyen felsiker. Jó. Ezt meg tudjuk erősíteni. Erősítsük a fát. Tekercs. Az annyit ad, amennyit ér. Azon nincs mit segíteni. Há, parapampam, zöld jön, akkor egy lull, az biztos, az nem is mit cifrázni. Mibe kerülne egyébként a kettes portál? 40. És akkor lehetne kettőt kiküldeni ilyenkor, amikor tudjuk, hogy béke van. Az mondjuk nem rossz, főleg azzal, hogy visszahozna egy kis extra bevételt, hát ez van. Így alakult. Jobb nem fér ki. Ez egy jó csomag. Hát, ha begyűjtünk egy negyedik mágust. Nem túl valószínű. Tizet mind a kettőbe belerak. 12-t, mindegy. Hát ugyanez a leosztás, nem tudom, hogy melyik helyre jön. Egy kék. Na akkor a kék biztos nem kell már. Hogy a pirosra mehet, ennyivel előrébb vagyunk. Ennyivel előrébb vagyunk, nem sok. Kérdés, hogy a pirost le akarom szedni most. Tudom, hogy piros jön. De azt is tudom, hogy egy nem túl erős piros. Tizenötöt a Garrisonnak, az nagyon is jól fog jönni. És akkor a 50%-os védelem nem túl erős piros ellenébe. De az fix lult csinál belőle. Az sokkal jobb. Hát most, ha lett volna. Ha lett volna egy extra Garrisonunk. Portál erősebb portállal mehetett volna menni. Price of Life. Nem túl jó hír. Bekaptuk azt a sérülést, amit megspóroltunk körülbelül. Jó, hát mindegy. Manát húztunk legalább. Valamennyire. Egy bríz. Oké. Ez a tipikus, és hogyan? Hogyan osszuk el a nem túl sokat?
mit tudunk a varázslóba beáldozni. Elég sokat egy negyedikért. Nem érdekel, akkor is mehet. Hogy állunk 70, az nem egy nagy eredmény azért. Ez jöhet 4-ért, azzal nincs is mit kérdezni. Oké. Vagy ezt beáldozhatjuk 30-ra. Beáldozzuk 30-ra. Azt nem érdemes feláldozni. Jó. %20 extra védelem, és hát ha villám. De akkor a villám mezőbe már nem kell mennünk, mert az az egy elment. Az az egy elment. Azaz egy elment. Egy bríz. 45, hát lehetett volna sokkal több. 200 kell körülbelül ugye, hogy upgrade-eljük mind a kettőt 3-asra, és legalább a questet le tudjuk. Hát ez van. Lul. Azt is megtudtuk, azt is behoztuk. 22, onnan az is fincsi. Inkább zsetont kérek. És akkor egy adagot betolhatok. Úgy érzem oda. 90, és most tudjuk, hogy oda jön. Hát ennél jobb nem lehet, akkor megfogjuk az egészet. Sokba került ugye a váratlan része, de legalább megvan. Oké. No. Tökéletes védelem és mágia. Ennél többet nem nagyon tudunk tenni. Küldjünk expedíciót Greenfieldbe. És egy piros vihar. Mindenféle effekttel. Hát erre azt tudom mondani, hogy egy-egy-egy osztásba tudunk működni. Labor, 5-ért tudunk venni egy mágus védőt. Az jónak tűnik az a Traveler's Secret. Piros. Ha tudjuk, hogy piros, akkor készüljünk pirosra.
Mindjárt egy fokkal jobb. Expedíció, de hát azt majd hagyd, ha tudjuk, hogy egy jó expedíció jön. Esemény. Ambus, nem sikerült semmi. De legalább nem negatív. Jött a masszív piros. De innen tudjuk, hogy nincs már piros a játékban. No. Nem egy nagy eredmény. Egyelőre így töltjük el. Mit kapunk? Masszív-masszív sérülést. De megúsztuk, és akkor mehet így, mert egy ilyen meg egy olyan jön. Remek. És akkor legalább sok-sok bevételünk lesz. Plusz felderítés, ha megtalálom. Segítsük. Értem, legyünk jó fejek. Történet, hát majd egyszer. Érdeklődünk felőle. 7 ital. Azt innen számolva, kösz. Egyébként használtam rengeteget, de nem innen számolva. Na. Jó. Haladunk. Biztosan Breeze jön, azzal nincs baj. Akkor jók vagyunk, sok-sok bevétel. Finchi 70-es zseton. Azt tudjuk, hogy egy lila. Hogy lesz ebből nekem jó? Oké, és bedobjuk a... bedobjuk a... a gyűjtőt. Ha pechem van és a... az jön, ami nem kéne. Tudjuk azt megerősíteni? Nem. Portált fölhúzzuk kettőre. Nem most lehet leginkább jól használni, de valamikor még lehet jól használni. Hát alapvetően egyre kevésbé tudunk másra költeni, mint hogy mana. Villámok. Ajjaj, azt hiszem bebuktuk. Ja. Hát ez van. Nem adtunk elég manát. No hát, haladtunk. A 2-3-as szint megvan. A legnehezebb cumó. Talán, vagy le is elég nehéz. Legközelebb futunk újra. Picit talán jobban felkészülve. Jó néhány questet és egyéb opciót teljesítettünk. Legközelebb. Már annyi.